Hello mindenkit, Dragoszolat, és mint láthatjátok, ez nem más, mint egy újabb Minecraft Survivor videó. Méghozzá nem másról, mint a The Feed the Beast modpack-kel. Na jó, azt már nem kezdem újra, és megint elrontottam. Na mindegy, szóval a Feed the Beast modpack-kel fogunk játszani, ami ugye egy eléggé komplikált modpack, de nagyon megtetszett. Tehát, hogy megláttam pár videó, és iszletesen megtetszett. Ugye ez Minecraft 1.5.7-tel megy, azt hiszem. Tehát, hogy igazából eléggé messze vagyunk attól, amivel alapból futunk. Kicsit lejjebb ezt a széket. Jó. És hát akkor kezdjünk is neki, mert a végén még itt fog ránk sötétedni. Az elején kapunk alapból egy kis könyvet, ez elmagyarázza az alapjait így a Feed the Beast-nek. Nyomunk egy ilyet, hogy Option, Easy, Normal, és akkor Sound, ezt így gyönyörűen lehúzzuk eddig, Don't Back the Game. Szóval, kezdjük is el egyből, kezdjünk el fát vágni, én azt mondom, ilyen csúnyák ezek a fák téróig. Igazából egy kicsit beleástam magam ennek a játéknak a rejtelmeibe, tehát hogy magának ennek az egész Feed the Beast-nek a rejtelmeibe. Elkezdtem csinálgatni, építettem szerkezeteket, és már egy zombi nagyon mocorog valahol, meg morog. Elkezdtem szerkezeteket építgetni, igen, amit itt láttok, ez nagyon remélem, hogy recept módban van, jó, hál' Isten, fúj, rózsaszín, na nem baj. Crafting table-re jó lesz, jaj, de csúnya színed van. És akkor egyből csinálunk is belőle rózsaszín stickeket, mert az eléggé hetero, és a baltát, ami természetesen rózsaszínből barna lesz, és csákányt, illetőleg még csinálunk belőle kardot. Jaj, de fura, hogy mindjárt más klienssel megy, mint a mostani, tehát de amúgy egész jó, tehát hogy én játszogottam mostában vele, tehát hogy kipróbáljam, meg azért belássam magam, hogy ne úgy álljak, mint Borja az új kapunak, és tényleg egész jó, de ennek az eukaliptusz fát én nem akarom egybe kidarálni, tehát hogy értem én, hogy környezettudatosság meg ilyenek, de valami eszméletlen, hogy egy csúnya is, kettő meg nagy. Szóval először is kibányászunk mindent, ami az alap túléléshez kell. Kezdjük mondjuk egy kis szénnel, meg kővel. Bizony, kővel. És minél előbb szeretnék megvalósítani pár dolgot ebbe a kis modpack-es Survivor dologba. Az első, amit nagyon meg szeretnék valósítani, az egy elektromos sütősor. Illetőleg ugye egy macerátor, ami bedarálja a cuccokat, és sokkal több ort kapunk belőle. Egy olyat mindenképpen, meg generátorok. Tehát, hogy egy nukleáris reaktort szeretnék majd összerakni, meg egy queryt. Egy queryt nagyon. Ez egy legelőször mindenképp egy queryt kell valahogy ki erőszakolni a dolgok, meg talán egy geotermál generátort. Ugye azt néztem, azért meg a legjobban meg egész olcsó. Csak azt kéne majd gumifát találnom valahol. Én nem tudom, hogy fogok ezt szerint. Jó ég, ez elég jó bányarendszernek tűnik, ezt meg kéne egyezni, hogy itt van. És akkor nagyon gyorsan össze is rakjuk magunknak a kő felszereléseket. Meg keresünk valami értelmes barlangot, amiben beköltözhetünk. Jó, ne, de a legelején barlangba fogok beköltözni valószínűleg. Cooper. Ezt tudom, hogy ez értékes, mert ebből kevés van, bár most mondjuk egyből ezzel kezdtem. De azt tudom, hogy ebből amúgy kevés van. Tehát ja, láttak valahol emberi hát az nem az. Valahol valaki emberi fajta fát, senki semmit. Jézusom, még a Cooperből kevés van. Adjam, pukkadj meg, akkor megpróbálok lefele menni. Valahogy. Ez mindenképp fájdalommal fog járni. Mindenképp fájdalommal fog járni, sejtettem. Úgy, és itt szépen kiszedjük a szemet. És nem is tudom, az első éjszak erre csinálják egy házat, vagy egyszerűbb lesz, ha csak beköltözök valami kavicsos barlangocskával. Ezek világítanak, de jó. Majd a későbbiekben, hogyha valaki valamit tud erről a modpackről, ne morogjál. Valaki tud valamit erről a modpackről, illetőleg arról, hogy ezek amúgy micsodák, amiket én itt kibányászok, és nagyon világítanak, akkor ezt meg... vas. Ezt nagyon megköszönöm. Hogyha megosztja velem az élményeket, tapasztalatokat, mert nekem igazából ez így az első pókica. Első élmény sorozatom így a
játékkal, tehát hogy ezelőtt én még nem Feed the Beast tesztem, nem teki tesztem, egyszer-kétszer kreatívba teki tesztem, tehát hogy kipróbáltam egyik haveromnál, úgyhogy nekem nem volt eredeti Minecraftom, tehát nekem esélyem se volt Feed the Beast-ezni. Tehát, hogy ugye ehhez eredeti Minecraft mod, Minecraft kell, mert mit tudom én, valami official launcher, meg 200 akárhány mód, talán. Tehát valami igen, igen durván összerakott cuccos ez, de jó, nagyon, tehát annyi lehetőség van benne, hihetetlen. A izébe próbálkoztam, a computer craftot nézegettem benne nagyon, hogy az hogy is működik, hát az egy eléggé bonyolult dolog. Azt, ami meglátjátok, az ténylegesen bonyolult, de nagyon jó cuccokat lehet vele csinálni, tehát wireless control, meg mindent, tehát ezeket nem tudom, hogy micsodák. Tehát úgy értem, hogy mire valók, tehát már a nevét el tudom olvasni, nem tudom, mire valók. Még jó is, hogy van itt izé, van itt shoulder. Dobhatna esetlegesen véletlenül nekem flintet, és akkor abból a macerátornak az alapjait már tudnánk is gyártogatni. Jó sok szén kell, mert minél több szénünk van, annál jobb a dolog. Mert a szén az nagyon fog fogyni, tehát azt tudom, az iszonyatos tempóba fog fogyni. Azt is, ha bedaráljuk, és utána valami csönk fel, aztán abból sokkal több lesz. Ó, ez urán. Urán nem piszkáljuk egyelőre. Nincs értelme, hogy én itt nagyon az uránnal foglalkozzak. Itt valami. Ó, még barlang. Jó, nagyon sok barlang van itt. Nagyon sok fém. De ezeket itt most hagyjuk, még kell egy kis kő. Jó sok kő kell még. Sütőkhöz. Tényleg, ahogy így nézegettem ezt a modot, a legnagyobb alapja az egész játéknak az, hogy minél több ércünk legyen, minél több szén, meg hasonló, és akkor abból majd a későbbiek gyönyörűen el tudunk lenni. Ó, kvarc. Kvarcból már nem is tudom, mit lehet csinálni. Tuti valami üveget, tehát a kvarcból ítélve tuti valami üveget, de halvány fogalmam nincs, hogy mit. Hát most nem nézünk körül, bár biztos tele van sok értékes alapanyaggal. Most erre sem, hanem fogjuk azt a bocit. Megkérjük szépen, hogy adja kölcsön a húsát. Szia, boci! Szia, szia, jaj! Köszönöm. Egyből kettőt, jaj, de jó vagy. És így már rassolunk is tovább. Ó, erre is. Mennyi barlang, jó ég. De miért esküszöm, tehát hogy eddig amilyen világokban próbáltam készíteni a játékot, eddig mindig ilyen izékbe dobott be. Jó, ez a jó fajta fa. Ugye azért szeretnék mindenképpen egy hegyben lakni, mert hogy majd későbbiekben a quarry-t is könnyebb lesz elhelyezni, meg az egész teljes gyártósort, amit esetleg építhetünk, azt könnyebb elhelyezni egy... Könnyebb elhelyezni egy hegyben, tehát mint külön épületeket építgetni neki, meg mit tudom én. Persze lesz kis házikó is, de az csak ilyen fancy, tehát hogy ez csak úgy van. Inkább arra összpontosítok, hogy tényleg teljesen zavartalan bányászat és gyártás menjen. Meg, ja, tehát hogy igazából hogy könnyű lesz érvényesülni, remélem. Szóval nézem, hány percnél tartunk. Remélem elnyeri a tetszéseteket ez a kis sorozat, mert én, ahogy észrevettem, hogy a Minecraft tartalmat szeretik az emberkék, és hát a Feed the Beast meg azért egy eléggé jó kis modpack ténylegesen. Tehát nekem bejön. Nagyon megtetszett, mikor láttam. Nem is tudom még hol néztem, Maybe, azt hiszem Covery csatornáján láttam először, ott tetszett meg. Na ott így, nem is tudom, volt a tot hívjákjuk, a query-jük, meg mit tudom, az bányázgatott, ők meg csak ott elszenvedtek. Jaj, ez egész jó volt, teljesen automatizálás. Egy kicsit kevesebb munkával, mint opá. Jaj. Igen, most kéne beásni magunkat. Ezt jól látjátok. Ti is arra gondoltatok, amire én. Az de legalább, hogy hívják van itt, mi az? Legalább sóder van itt, hogy meg iszonyat nehéz legyen beásni magunkat. De egy belső terünk lesz ez, mind leesik. Itt is csak egy... Nöö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 
Ez egy szívecskés ajtó, ugye? Okay, dude. Jó. Próbálkozunk meg ezen felül emelkedni, ezen az eukaliptuszfám. Nem tudom, hogy ez van, de... Próbálkozunk meg rajta felül emelkedni. Minél előbb, annál jobb. Meg természetesen lassan összerakhatunk egy sütősütőt. Csináltunk magunknak valami élelmiszert, meg kiüthetnénk innen a sódát. Ennyit a nagy belső magasságról. Süssük meg magunknak a kaját, illetőleg addig dolgozzunk még a... Hát akkor eukaliptuszt használunk, mert mi mást. Tehát ez van. Rózsaszín fa, te jó ég. Aha. Már van egy flintünk, jó. Az fölöttébb nagyon jó. Nem akarok most sok ércet kisütni, mert minél több ércet sütök ki, annál... Annál kevesen marad majd későbbiekben a tényleges macerátor használatra. És ugye annál kevesebb érthez fogunk mi hozzájutni ténylegesen, mert ugye a macerátorral a kétszereséhez jutunk hozzá az érceknek. És akkor már minek elpazarolni itt, tehát hogy akkor már tényleg jussunk hozzá a kétszereséhez az érceknek. Mert nagyon jók vagyunk és mert nagyon megtehetjük. Nagyon izgatott vagyok, hogy jó lesz az érzemény, tehát hagyjad a rózsaszín ajtóm. Kalasz. Nem ide akarsz befurakodni. Úgy. Még ez ilyen kis első Minecraft élményes, hiszem, hogy tök ismeretlen az egész. Ez legalább eltörtem az csákányomat. Tök ismeretlen az egész. Mert tényleg, tehát ezt a modpacket nem is ismerem. Egyáltalán annyira behatóan, mint a rendes Minecraft, és ezért így körbenézek, és így nem igazán tudom, hogy mi van. És tök jó. Később években persze tényleg tervezek egy normális házat, de... Nem, egyelőre ilyen puritán putrink lesz. Puritán putrinál jobb nincs. Esküszöm. Nagyon nézegetem a térképet, mert látom, tele van mindenféle jósággal. Szépen kiütegetjük. Nem, kaverék, nem is Feed the Beast volt, hanem Tekit. Ja, de arról hallottam egy csomó csúnyaságot, hogy a... Hogy a Tekit az a Feed the Beast-nek a... Ugye Feed the Beast volt az eredeti modpack, és a Tekit megfogta és lenyúlta az egészet. Valami hasonló ilyen keverés volt a dolgok körül. Ha jól hallottam a dolgot, jó, ezt a sütőt arrébb költöztetjük ideiglenesen. Nem is ideiglenesen, nem mindenképpen. Úgyhogy nagyon-nagyon hamar le akarom cserélni ezt a sütőt. És a vasat mindenképpen ki kell még sütnünk. Mert Iron Furnace-t kell majd csinálnunk. Mi ez? Sima Iron Ingot kell, csak így. Vagy sokkal kevesebb Iron kell hozzá, egy sima Furnace-el jó. Illetőleg, amit még én akarok, az egy ilyen generátor. Ami az keltin, meg minden. De előbb a fontosabb dolgokkal foglalkozunk, tehát egy Iron Furnace. Aztán közben gyorsan kiszépítjük itt a lakhelyünket. Úgy, egyelőre szerintem egész pofás, aztán majd a későbbiekből a hegyből fogunk lakáscentrumot létrehozni. Meg ehetnénk is húsit. Értelek, vannak még ilyen tök külön crafting table-ok, amiről fogalmam nincs, hogy melyik mit csinál. Esküszöm, tehát teljesen egy-egybe fogalmam sincs róluk, hogy melyik mit csinál. Azokra még nagyon rá kell jönni valahogy. De amúgy, ja. Tehát, hogy amúgy... Megpróbálok majd minél többet kideríteni erről az egész dologról, hogy mi hogy működik. De legalább azt már tudom, hogy vannak ugye a pipe-ok, azok hogy működnek, meg mi szerint kell őket használni, meg ugye azt az egész sütőrendszert, azt teszteltem egy-két mapon, hogy is működik, és itt lesz a legelső bányabejárat, ami majd később reményeim szerint lesz valahol alattunk láva, és akkor az izét fogja nekünk nagyon elősegíteni a geotermál generátorhoz a működést, mert akkor viszont egy szivattyút is rétesíthetnénk, ami után alulról felszívja a lávát, és a felszívott lávát pedig majd fogja, és bele szipkázza a geotermál generátorunkba. Csúnya föld. Ezt kis szedjük innen. De ezt itt visszaépítjük egy... Jaj, jó, azt visszaépítettem, amit meg ki kell bontanom. Nagyon ügyes vagy, Gergő. Taps. Jó voltál. Ezt tetszett. Úgy.
Ezt is innen szépen, gyönyörűen kimondjuk. Jézusom, miért vagy mindenhol föld? Legyen mindenhol föld. Úgy, hogy csináltunk ásót. Különösen meg lennénk lőve. Na, egészen eddig lettünk volna nagyon meglőve. Én nem cserélgetek ki mindent ásóra, mert... Ásóra az kőre, mert az életen át tartana. Majd egyszer kifenszízzük. Mondjuk itt meg úgyis csövek ezrei fognak átfutkosni. Mert nagyon sok helyen mondták, hogy a legjobb az, hogy tényleg egy hegynek a teljes nyersanyag készletét szívjuk ki. Jó, de viszont kell egy fém csákány, úgy érzem. Hogy egy hegynek a teljes nyersanyag készletét szívjuk ki, az nagyon jó, mert sokkal könnyebb érvényesülni. De ezt a fát vétek el pazarolni. Tehát, hogy ha mindenhol ilyen rózsaszín fák vannak, akkor ezt vétek el pazarolni ilyenekre. Rózsaszínfa, oh. Szóval igen, az Iron Furnace még azért is jó, mert ugye sokkal gyorsabban kisüt mindent, ha jól tudom. Tehát tényleg valami eszméletlen gyorsan ki lehet vele sütni a dolgokat. Ez urán, ugye? Ez urán, hát. Uránium ore. Yeah! Még nem tudom, valamelyik mapon találtam kvantumot, tehát az még nem tudom mire jó, de... Majd utána nézünk mindennek. Tehát mindenhol kell egy query meg gyémánt, és akkor az el tud nekünk kezdeni szépen termelni. És ha a query kiás nekünk egy lyukat, nagyon nagy lyukat, akkor abból csináltunk Monster Spawnert, meg még egy Monster Spawnert, egy még egy querynek a munkaterületével, és nagyon jó lesz. Bizony, bizonyám. Gyönyörűen lássunk. Aha, hogy látom, itt mutat valami barlagrendszert a térkép. Ami jó. Reményeim szerint láva is lesz a közelben. Én nagyon örülnék egy jó adag lávának. Mert most sokkal jobb így összeszedni, mint egy szövevényes barlangrendszeren keresztül. Aha. Na, itt lesz valami csúnyaság, ami meg akar minket verni. Csak nem. Gondolkoztam rajta, hogy ezt hardcore-ba kezdjük el. Ne, szívas! Tártunk egy izét, egy strongholdot. Nem áll. Hát, ide söcsém a szívás, mert én az Ender Dragontól nem akarok semmit, azt tuti. Hol akarják épp rám zúzni az ajtót? Remélem ott fenn. De ha ott fenn akarják rám zúzni az ajtót, az jó, mert eltűnik a rózsaszín ajtó. Jó, nem jó, mert eltűnik a rózsaszín ajtó. Meg amúgy rosszul raktam le ezt az egész ajtósdit. Én úgy érzem. Fordítva kéne. Illetőleg meg kéne gyújtani úgy, ahogy van. Mert ez nem valami ideális ajtófajta. Bármi nem tudom, nem olyan férfias, szerintem. Szóval akkor lemegyünk és körbenézünk. De azt mondjuk lehet, hogy nem kőfakarddal kéne Strongholdba körbenézni. Mert ugye egyelőre még mindegy. Milyen durva ma, hogy egyből Stronghold. Azért az szép, szerintem legalábbis. Mit csinálsz azzal? A valamivel? Ja, hallottam, hogy vannak ilyen beri... Márint ilyen, hát ilyen fémet termő bokrok. Azt tudom is, hogy ilyen izétermés, nem tudom, mit kell velük csinálni. Ó, kvarc. Tehát nem tudom, mit kell velük csinálni. Úgy, ide egyet, ide egyet, ide egyet. Kedves uram, takarodj. Kell egy fémkard, kell egy fémkard, kell egy fémkard, kell egy fémkard. De itt minek várom ki az ütési ízét? Hát ez nem 1.9. Itt is kivárom az ütésnek az idejét. Elgondolkoztam, hogy mi... Hello, láva! Megtártuk, amiért jöttünk? Jó. Jó, jó, ezt felettél nagyon jó. Ezt nem akartam kiszedni. De ha már van ilyen Stronghold, ezt majd fel is kéne fedezni. De előbb kiszedem a Coopert, ugye a reset. Kiszedjük a bokrokat. Mert a bokrok jók. Meg még szedjünk isonyat mennyiségű. Jó. Szedjük mennyiségű szenet. Illetőleg én ide egy gyors elköszönés erejéig fogom, és be is OFK-zom, mert miért ne. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a sorozatot. Én Roka26 voltam, és a következő részig is. Sziasztok!